Az 1970-es években Kölesden indult el a Látásbrigád nevű mozgalom azzal a céllal, hogy a kortársképző művészetet közelebb vigye a közönséghez. Az akkori kezdeményezés szellemi utódjának számít az Új Látás művésztelep. A hívó szó, hogy Új Látás, ez a 3 éves művésztelepnek az összefoglaló elnevezése. És itt most Tamásikban ugye ennek a 3 évnek a válogatott anyagát láthatjuk. Tolna megye 3 különböző településén rendeztük meg évről évre ezt a művésztelepet, mindig más hívószó mentén, és hát ennek az eredményét mutatjuk most be. Ha médium felől közelítünk, mondjuk, tehát anyag, amiben létrejött, akkor túlnyomó részt festészet dominál, tehát festmények jöttek létre, de ezen kívül van installációs munka, fotóalapú grafika, illetve plasztikák is, és hát ez műfajokon átívelő szemléletet is tükröz. Tematikában pedig gyakorlatilag több ilyen irányvonalat különböztethetünk meg. Vannak alkotások, amik az új minőséget keresik, valami új nyelvet, mint az új látásban is kódolva van ez az igény, és erre ráfókuszáltak a művészek. Aztán vannak tájjellegű felfogású munkák, amik a hagyományos tájkép kereteit kívánják megújítani. Aztán felütötte a fejét jelentősen a társadalmi felelősségvállalás, ezen belül pedig az öko szemlélet, tehát ezeket a napjainkban nagyon aktuális ökológiai problémákat feszegető, arra reagáló alkotások. Konceptuális, ez az abszolút ilyen elméleti megközelítésből születő munkák és önreflektív alkotások, amik magára a saját létére reflektálnak. Ezek a kategóriák nem külön-külön vannak, mint egy címke, egy befőtön, hanem átfedésben, úgy kell őket elképzelni, hogy van amelyik, ugye egyik a másikba átfolyik. Ezek csak ilyen hívószavak, amiket, hogyha figyelmesen körülnézünk, akkor észre lehet venni az alkotásokon. A Szabó Dezső ösztöndíjasok és a Tolna megyéhez kötődő művészek részvételével 2019 nyarán Kölesden rendezték meg első ízben a 7 napos alkotótábort, melynek a hívószava Új Látás, Identitás, kötődés a megyéhez és a médiumhoz volt. A következő évben Sárszentlőrinc adott teret ennek a kezdeményezésnek, ahol Túl a bezártságon címmel kellett eleget tennie a művészek alkotásainak. A záró tábor a Sodrásban elnevezést kapta a szakmai vezetőtől, melynek Medina volt a helyszíne. A téma tekintetében ez inkább segítség, ami egy ilyen elméleti keretet ad a művészeknek, és a keret ugye arra van, hogy azt feszegessék, tehát van, aki, például saját magam is, aki kitaláltam a hívószót, próbáltam a legtávolabb, vagy hát nem próbáltam, úgy jött ki, hogy nem közvetlenül arra reagáltam, de ez szükséges a művészeknek, ez szerencsés, ha van, hiszen a teljesen bedobott szabadságban nehezebb elindulni egy új közegben, hiszen a műteremben magányában dolgoznak általában, oké, hogy csinálják a saját művészetüket, de egy közösségbe terem, egy tök más helyen, és akkor ez segítség. Inkább mankónak hívom ezeket a hívószavakat, és mindig úgy fogalmaztam meg őket, hogy kellően tágok legyenek ahhoz, hogy minden műfajban tevékenykedő alkotó tudjon hozzájuk kapcsolódni. A beszélgetések mindig az elején nagyon szőrmentén történnek, hiszen mindenki nagyon érzékeny a saját munkájára, különösen a még alakuló munkára. Nem is szeretjük felfedni, és ez egy nagyon érzékeny dolog, olyan intim ügy, amit az ember maga csinál a műteremben, és most mindenki előtt csinálja, és még nincs kész. Ezért mindenki kellő diszkrécióval közelít a másikhoz, és amikor van nyitottság, tehát például körbejár az ember, megnézi, mit csinál a másik, és így odaszól, hogy hú, de jó ez a kék. És akkor innentől elindul, van akinél, hogy igen, szerinted jó ez a kék, és elindul az egész folyamat, és megnyílik a művész, és akkor elmeséli az egész kép sztoriát, így. A kiállítás megnyitó az Alapfokú Művészeti Iskola diákjainak közreműködésével zajlott. Az Új Látás művésztelep kitűzött célja volt, hogy közösségeket építsen, illetve hogy a képző művészetet látni tanítsa az érdeklődőknek.